Sokat gondolkodtunk azon, hogy hogy tudjuk ennek az emlékévnek az üzenetét minél szélesebb közönséghez eljutatni, mivel tudjuk megszólítani a fiatalokat, azokat, akiknek semmilyen személyes élményük nincs a diktatúráról, és nehéz feladat elé állítja őket annak az átérzése, annak a felfogása, hogy mit jelentett az, amikor Magyarország diktatúrában, idegen megszállás alatt élt, és mi volt az az elementáris erő, amit az akkori fiatalok éreztek, akik szembefordultak ezzel a hatalmas világbirodalommal, a szabadságért és a függetlenségért küzdve, és egy dal az ilyen, ez a dal, ez olyan, ami a legszélesebb közönséget eléri, amit majd reményeim szerint közösen fogunk énekelni, és nagyon büszke vagyok arra, hogy már eddig is több mint 300 ezeren letöltötték, és nagyon remélem, hogy hamar elérjük az 1 milliót, sőt a többit is. Zenészként nagyon nehéz átadni azt az érzést, amit ott mi éreztünk a felvételek közben. Tehát az az áhítat, az a szakmai kommunikáció a két ilyen zseni között, amit ők nekünk átadtak, azt nem nagyon lehet így szavakba önteni. Tehát az ember azt gondolja, amikor néz külföldi videókat, hogy biztos ezeket eljátszák a színészek, amikor ekkora sztárokkal dolgoznak, és ilyen nagy, nem, ez tényleg minden előadó és minden résztvevő számára egy nagyon-nagyon meghatározó korszakalkotó érzés volt, és mindenki őszintén beleadta szívét, lelkét, és szerintem ez látszik a felvételen, hallatszik a dalon. Nagyon-nagyon megtisztelő az, hogy abszolút partnerként hisznek a magyar művészekben, a magyar előadókban, a magyar kultúrában, és nem kérdés egyáltalán a részükről az, hogyha van egy ügy, van egy dal, egy feladat, akkor ezt ők ugyanolyan 100%-os tudással és hittel végzik el, mint hogyha Bon Jovinak, vagy nem is tudom, milyen világsztárnak a dalán dolgoznának. Tehát én azt gondolom, hogy az én 20 éves múltamnak ez a néhány nap, és ez, hogy én ebben itt lehetek most, és beszéltek róla, az egyik legfontosabb és meghatározóbb élménye, és startköve szerintem. Amit nagyon-nagyon fontosnak tartok ebben a kontextusban, még biztos lesznek kérdések, de hogyha nem lesznek, akkor megelőlegezném, hogy ez a dal egy olyan nemzeti ünnepünkre született, ami arra hivatott, hogy egyesítsen minket és ne szétválasszon. De ez mond ebben a szellemben jött ide, és igyekezett egy békejobbot nyújtani, ahogy a Zé is mondta. És ezt én nagyon-nagyon büszkén fogadtam el a zenésztársaimmal együtt. Pont emiatt is van az, hogy mindannyian a zenészek közül, mindannyian tiszteldíj nélkül váltuk ezt el, maximális megtiszteltetésnek felfogva, és nagy örömmel együtt dolgozva velük. De ez ma nagyon-nagyon befolyásos zenész. Tehát ő nagyon sokat tud segíteni az országnak, a magyar előadóknak. Sokszor volt már erről szó, hogy miért nincsen magyar világsztár. Azért, mert nem ismertünk még eddig ilyen embereket. A kapcsolati rendszer nagyon fontos ebben a kontextusban. Ő tényleg egy olyan ember, aki nem csak hogy szeretne, hanem fog is nekünk segíteni, és remélem, hogy nem ment el a kedve még tőle. Amit tőle tudok, hogy a magyarságtól biztosan nem ment el a kedve, mert nagyon fontos neki az, hogy az ősei így nyugszanak, és ezt ő komolyan gondolja.